Hintón érkező kisbíró dobolta ki a diószegi Kis István Református Általános Iskola szüreti felvonulását szeptember 27-én. A majd fél ezer diák a város több pontján megállt és néptánccal örvendeztették meg nézőiket. Piactéri megállónál az intézmény Kacorcitera csoportja is muzsikált. A rendezvény célja a közösségformáláson túl a hagyományőrzés népszerűsítése. A talpalávalót a Bakator együttes húzta. A felvonuló diákokat az iskola udvarán ugrálóvár, arcfestés és finom ebéd is várta. Elsősorban ugye iskolánk diákjai és a szülők részére szerveztük ezt a programot. Ez nem egyedülálló az iskola életében. Minden évben, szeptember második felében, a Teremtés hete kapcsán egy családi nappal indítunk, amely főzésben is kiteljesedik, és ugye most a szüreti nap nevet adtuk neki ennek a napnak, hisz a iskolánk egyik fő küldetése hagyományok megőrzése. Indult a nap 9 órakor egy rövid áhítattal, ezt követően egy flashmob keretében végigmentünk a városon, ahol szintén a néphagyományok tükrében citera, népi ének és néptánc programokkal örvendeztettük meg a nézőket, a város lakóit. Visszatérve az iskolába, itt körülöttem már megy a sürgés, forgás, a szülők 9 óra óta főznek, lesz egy finom ebéd, osztályonként van szervezve, és hát ezt színesítjük gyermekjátékokkal, népi játékokkal, de a modern dolgok is itt vannak, az ugrálóvártól kezdve, az arcfestésig. Az iskolánk 4 éve indított el az alapfokú művészeti oktatási képzést. Ennek keretében van népzene, népi ének, népi furuja, néptánc, és ebből láthatunk ma egy csokrot. Van 2 néptánc csoportja az iskolának, ez korosztály szerint van rendezve. Ercsényi Mártika és Vámos István kollégák, akik képzik őket, és ezen kívül van egy szenyor válogatott, akik pedagógusokból, iskolánk tanulóinak szüleiből állnak, ők a Baraboly együttes, ők voltak az idősebbek, akik felléptek. Megújult az iskola belső és külső tere. Ezt követi egy csóri alapból származó pályázat, amelyik szintén a népi hagyományok őrzését hivatott szolgálni. Ez néptánc, illetve népzene vonalon mozog. A tanév során még lesz további 4 ilyen program. Mi a tapasztalat? Hogy fogadják a diákok az ilyen rendezvényeket? Abszolút pozitív a tapasztalatunk. A kicsitől a nagy diákig mindenki nagyon lelkesen várta ezt a napot, illetve segít. És ugye a közösség része a szülői közösség, hát ők is időszakítva, egy csütörtöki napon, ugye munkahelyről elszabadulva igyekeznek támogatni az iskolát.